A Málenki robot a II. Világháború utáni szovjetunióbeli kényszermunka magyarországi elnevezése. A nyíregyházi főiskolán a kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának emlékére nyílt vándorkiállítás. A kárpátaljai magyarság kollektív emlékezetében ez egy olyan cezúra, egy olyan téma, ami meghatározó jellegű. Másrészt, mivel a kárpátaljai magyar közösség a magyar nemzet részét, szerves részét képezi, ezért úgy gondolom, hogy a magyar történelem szerves részét is jelenti ez az esemény sorozat, és mint ahogy földrajzilag nem csak a mai Kárpátalját érintette, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagyon sok települését és részét, ezért úgymond spirituálisan egybefor a történelmünk, egybefor a Málenki robotnak az esemény története is. A fogolygyűjtő akció a megtorlás, az etnikai és politikai tisztogatás, valamint a kényszermunkás szerző akciók sorába illeszkedett. A szovjet vörös hadsereg által elfoglalt magyar területeken a katonák a nyílt utcáról vitték el a civileket, elsősorban a német nevűeket, hangzott el a kiállítás megnyitóján. A tárlat a Málenki robot előtti eseményeket is bemutatja, például Kárpátalja szovjet megszállását, de olvasható a lágeres életkörülményekről is. A II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola elnöke úgy fogalmazott, a kiállítás végre hazaérkezett. Azért érkezett haza, mert Csonka-Beregből is ugyanúgy elhurcolták a férfiakat, mint Kárpátaljáról, míg ki nem derült, hogy hol lesz a hivatalos határ egészen a Tiszáig. Tehát ez egy emlék és mementó, ami felhívja a figyelmet arra, hogy közös a múltunk, és úgy néz ki, hogy közös a jövőnk is, hiszen a nemzeti összetartozás jegyében született a kiállítás. Az elhurcoltak legalább harmada odaveszett, és akik hazatérhettek, hallgatásra voltak kényszerítve. Az esemény a 90-es évektől kapott nyilvánosságot, a részletek feltárása pedig a mai napig tart. A kiállítás, amely mintegy 10 év kutatási munka eredménye, a Nyíregyházi Főiskolán október 9-ig ingyenesen látogatható.